Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt a filmnéző podcast, ezúttal már 80. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Gergő. Sziasztok! És a más sorozatos adásaimból megismert Jani is itt van. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! És ezúttal egy sima filmes adással készültünk, ahol tulajdonképpen az elmúlt egy hónap uh, streaming és uh, téka premierjeit fogjuk kivesézni. Uh, szám szerint 5 filmet. És ugye Janinnak, aki talán esetleg ő, óckodik, hogy ki ez az új arc, mert ugye eddig ő csak sorozatos adásainkban volt, ő, vele korábban a Filmszerek Fogadója podcastet közösen csináltuk, még a Filmnéző podcast előtt, és így onnan ismerjük egymást. És Én ugye... vendég voltam. Igen. Meg, igen, igen, igen pontosan. Pont, pont, mint most, tehát ez... <laughs> Valami nem változik. És... <laughs> <tírt>. Igen, és... <laughs> Ö, és még annyi, hogy ugye ez Jani hivatalos lett volna, itt akkor kezdésnek, a évösszegzgadásunkba is, csak ilyen-olyan okokból végül nem jött össze, de akkor így, ha már ö, posztumusz módon, kérlek, mondd el, hogy mi volt szerint neked az öt kedvenc filmet 2020-ból, Aha, gyorsan, Adám, köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából nehéz ugye 2020 filmes szempontból tekinteni, mert ugye mi számít bemutatónak, amikor Magyarországon bemutatták moziba, amikor interneten demütált, stb. stb. Úgyhogy én kicsit kors módszert választottam, nem érdekelt semmi. Beleaktam azokat, amiket 2020-ban láttam, és nagyjából 2020-ban is jöttek ki. Ugyanezt csináltam. Mindenki így volt vele, igen. Olyan, ilyenkor például az a, a a jó, -Jó Nyuszi például, ugye az is ugye 19-es premier, de hozzánk 20 januárjában jött, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy... Hát meg ilyenkor, ilyen, ilyenkor a egyszerűség véget ugye érdemes azt, hogy ha Magyarországon ide meg, akkor idei filmnek, ha meg nem, akkor meg ahol máshol. Én elrontottam, mert én a, nem tudom, az eredeti vagy az első premiért néztem mindegyik filmnél, aztán kihagytam egy csomó mindent azért, hogy a francba, de jó lenne, de sajnos hát. tavai. <laughs> Hát igazából nekem az ötödik helyen a láthatatlan ember szerepel, ugye Lee Vennell-nek a, hát szerintem zseniális horrorfilmje, ami nem is inkább horror, hanem ilyen pszichotwiller. annyira élveztem, ahogy játszik velem a kamerával, tudod, hogy felhasználja a negatív beállításokat. Csak egy kicsit viszi ajba a kamerát, hogy úgy ez, a másik oldalon van valami. Még ha nincs is ott semmi. És így keltett folyamatosan feszültséget bennem, és ez hát volt számomra ti láttátok, kedvelitek a látható Én még nem láttam. Még én, én sem. Én, én, majdnem megnéztem moziba. Az, az számít. Ö, nem számít, viszont mindenképp nézve, mert annyira jó volt, hogy ahogy kijött Blue en én meg is vettem, mert ez, ez ilyen sokszor néző számomra. Megfogom, meg fogom, meg akarom is. Elizabeth Moss kegyetlen jót alakít benne, nagyon-nagyon jó film, tényleg. Nem, nem, egy horror film, vagy nem is olyan, nem olyan hangulatot áraszt, de mégis félelmetes, de inkább ilyen lelki eredetű félelem nem pedig az a jumpscare, pedig az is van hmm. benne azért. A negyedik helyen nálam az Another Round, vagyis a Még egy kört mindenkinek című Mats Mikkelsen film szerepel. Bárki látta esetleg? Uh, a Lion látta, de ő most nincs. Igen, neki rajta volt a most listáján. A top 5 bekerült, az jó. A nem biztos, hogy a top 5 azt hiszem lehet a meglepetésbe, de már... Nem igen, valahol, valahol tópőt. volt, ez biztos. Pont a töpot be az nem, nem tudom szerintem egy fantasztikus dráma. Ugye pont, hogy skandináv országból jön egy olyan film, ami az alkoholizmusról, meg annak hatásairól szól. Ugye főleg ott, ahol nagyjából az egyetlen szórakozás állítólag ez, hogy piál az ember. Uh, zseniális volt, egyszerűen megható, vicces, meg az alap ötlet, ugye, hogy, hogy szépen lassan egyre többet isznak, hogy meglássák, hogy ez milyen hatása van a hétköznapi életükre. Mátsz Mikkelze meg fantasztikus. Van már egy jelenet, ahol még a legelején szól, az anyja nem szól, ez indítja el az egészet, hogy az életüket tekintenek vissza ezek a középkor férfiak, és tudod, amikor nem tudsz mit mondani arra, hogy éppen hol van az életed, mert feltart, mert tudod, hogy ilyen zsákutca az egész, és nem tudsz mit mondani, csak egyszerűen könyv szakik a szemedbe. Nagyon-nagyon jó volt tényleg, én azt mindenkinek hagyom. főleg a legvégső jelenet, miatt, amiben olyan zene szól, amit a mai napig hallgatunk feleségemmel, mert annyira keserédes, és mégis ilyen ritmusos, hogy az egész filmet tökéletesen összehozza egyetlen egy dalban, így hangulatra. A harmadik nem a Palm Springs. Valaki látta? Igen, én láttam. Nagyon látta. nagyon nem, én is láttam, meg Lajon is én mondta. Van. Engem úgy meglepett ez a Palm Springs, hogy a dobogó harmadik helyre jutott nálam. Uh, hát, kicsit fura azt mondani, hogy egy Andy Samberg film, vagy zseniális, de én azt mondom el, mert ebben minden benne volt, még úgy is, hogy ilyen tipikus amerikai vígjáték feelingje volt az egésznek, de annál jóval mélyebb volt. Nagyon tetszett, hogy volt egy 80-as évek film hangulata, hogy egészen újfajta csavarra szolgáltak az ilyen time loopos filmek, és a humor az engem nagyon megtalált. Tényleg amikor a már a halált sem veszi komolyan egy film, és annyira szabadon engedi magát, hogy tényleg bármit el lehet benne sütni, én azt csak értékelni tudom. Te hogy voltál vele? Igazából én, én is szerettem a Palm Springs-t, én be is akartam szavazni még régebben elemző adásba, de aztán közbejöttek a dolgok, végül majd talán máshol egy kis, kis emlegetést talán podcastben. Igazából én, én engem is meglepett, én alapból szeretem ezt az időlupos műfajt, mert ilyen, olyan szerencsétlenül tudnak összejönni a sztorik, hogy az elképesztő, és én imádom az elbaszott történeteket, úgyhogy az ilyesmit mindig, mindig örömmel fogadom, hogyha van, és megköszönöm, én hogyha úgy. már csak átlagos szintet is elér, de ez tényleg ilyen kellemes meglepetés volt. Igen, abszolút, és meglepően, hogy is mondjam, az, az érzelmi intelligencia meglepő volt számomra, mert semmi, igen. semmi sem állokodott erről, hogy ez ennyire deep lesz. Igen, különösen Mert az övösket. Ez amúgy abszolút. Ja, ja, én különösen az olyasmit szoktam szeretni, amiről nem látszik először, hogy micsoda. Ez olyan általános filmes dolog nem feltétlenül arra játszok ilyenkor, hogy hogy meglepődjek meg ilyesmi, csak úgy egyáltalán az, hogy hogy valami olyan féle meglepetést tud kínálni, ami amúgy olyan természetesen van benne, tehát így nem a katarzisra játszik rá, hanem így magában foglalja és ez olyan Igen, most is benne volt. a nem, nem volt ilyen érzelmi katasz hanem végig ugyanolyan jó volt, és ugyannyira volt töltve érzelemmel. Talán ez volt a titka, hogy ez konstantan nagyon jó. Uh, második helyen a, Jojo, vagy Jojo Nyuszi szerepe, uh, Taika Waititi humora, az telibe talál, és azt szeretem benne, hogy megható is egyszerre, hogy nem, nem csak vicces, de ilyen emberileg vicces, hanem abszolút tudja, hogy mikor kell adagolni az érzelmeket úgy, hogy egy pillanat alatt teljesen átforduljon benned az alkotás és a minősége. Nem akarok spoilerzni, de van egy jelenet, ahol, ahol csak egy cipőt mutatnak, meg egy kis fiút a vége fele, és ilyen zseniális megoldást egy nagyon komoly fordulat közésére, még talán nem is láttam filmben, illetve nem is a zseniális a legjobb, hanem a megható talán, vagy ennyire tényleg félelmetes volt az a megoldás, és annyira bátor volt ez a film számomra, hogy muszáj volt a második helyre emelnem. Gondolom mindenkinek meg volt már, az viszonylag alapnak számít, és Igen. január 23-a volt a premier. Ezt se láttam még, de ezt, ezt is majd nem láttam egyszer. Ha ah, pedig most akartam kérdezni egy spoiler eset, mert ez is egy olyan film, ami mindig elgondolkodom, hogy húna, hogy lehetett volna még, nem tudom milyen ebb, és van a filmnek egy pillanata, amit itt szívesen át, átgondolok a magam formájára, és akkor azt hiszem ezt, amikor először beszéltünk róla podcastben, akkor, akkor ilyen, nem tudom, képes beszéd formájában megpróbáltam föltenni, most nem kísérlem meg, de van benne egy csomó olyan pillanat, ahol ahol annyira közel megy a narratíva egy sokkal rosszabb narratíva lehetőségéhez, hogy az már félő, és akkor végül nem. Ez, ez, ez tök jó ebben a filmben. Ez, ez, ami így nagyon megvan belőle. Persze a, a is meg minden, hogy ez egy ilyen, hogy egyszerre vicces, egyszerre komoly, egyszerre így ilyen, egyszerre és hogy ilyen nagyon hirtelen tud váltani, de leginkább tényleg én is ezt, ez, én ezt bírtam benne, hogy hogy annyira közel megy valami valami sokkal rosszabbhoz, hogy ez olyan ijesztő, és akkor végül nem, nem. nem. Igen, és amennyire idétlen, meg ilyen mézesmázas az egész, utána ugyanannyi a valóságos ez mint hogyha egy ilyen kajmelában váltott almát nézni, ahogy megrohad. Nagyon jó. Igen. Hogy Ed Tyke szerintem egy tökéletes filmen mert folyamatosan kísérletezik, de a szemünk láttára, szóval nem filmenként, hanem filmen belül is, és mindegyik működik, ami, amit kipróbál, úgyhogy Uh, most is kiáz a hideg attól jelent, amit az előbb említettem. Szívesen vagyok a kísérleti nyula. <laughs> Igen. és akkor náma, a legjobb film, ez mondjuk kicsit fura lesz, szerintem. Magyarországon nem mutatták még be, de szerintem egy ilyen két harpon belül, hogyha mozik is kinyitnak, bemutatják. Viszont Wonder a Disney... Hogy <laughs> le, jó, akkor hagyjuk. Igen, a Wonder Ja, viszont a Disney Pass 3. december 25 én jött, és ez akár a Wonder Woman is lehetne. De a lelkiismeretek az, ami nálam tavaly a legjobb film volt, a Pixaros lelkiismeretek. Ú, a ez számára. nincs meg, csak a, csak a cím. Annyira tökéletes ez a film, hogy az már fájdalmas. Ez a, ami egyszerre Érzed ott, hogy gyerek mese, de közben folyamatosan gyötő a lelkedet a valósággal. Tudod, amit egy poénnal leütnek, amin a gyerek tud nevetni, te meg elgondolkodsz rajta, hogy tényleg ez az életem? Igen, az egész film. De tényleg mindig benne van ez, a, ez az álmoknak a kergetése, az elvesztegeted az egész életedet, mit tennél meg azért, hogy teljes legyen az, amit te a valóságnak nevezel. És mindezt... Kreatívan, itt tényleg iszonyat kreatívan, iszonyat hangulatosan és viccesen. De nem olyan. hogy is mondjam, nem az a gyerekes poénos poén, tudod, hogy, hogy igazából fogad egy kicsit a fejedet, meg úgy el, vagy meg, hogy jó ez mese, hanem felnőtteknek is tökéletesen érthető poén, sőt, még mögött, mögöttes tartalmal is bír. Úgyhogy én ezt engem lehengelt, ez, 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 egy tökéletes film volt, és tudom, hogy van egy ilyen stigma az animációs filmekkel szemben, amit mondjuk a Pixel kb. alkotása, alkotása szépen lassan lebont, de ez szerintem a legeslegjobb filmjük, ami valaha volt, és ez azért elég nagy szó, hogy mit tudom én, Voldy, vagy Toy Story 3 után. Uh -huh. Na mindenképpen Mi feltettem a... Ja, a 3, ja, jó, akartam egy kis esélyt adni a többi filmnek is, ezért nem említettem a Verdák 3-at. Vagy a Kentőt. Háú, ne fokozzuk, ha nem tudom mit. Csak még egyetlen egy bónuszom van, amit nem említettem meg, mert amúgy a promotions.hu megjelent a cikkem a, a top 10 2020-as filmben, hogyha valakit érdekel, ott le is jól konkrétan a többi filmnél is, hogy miért gondolom úgy, hogy ezek kiemelkednek a többi közül. De volt egy film, a Boss Level, ami igazából felkerült az internetre, de csak más. Az nekem le van, be van fel. szerezve, csak mi euh, még nem néztem meg. Az a Frank Grillo Mel Gibsonos, nem? Így van, így van, és az a 2020 legjobb akciófilmje, de tovább magasan. Na, akkor az aztán is bepótolom mindenképp. Olyan tökös, hogy a heves szagot érzed, miközben nézed a filmet. <laughs> Igen, de azért kell, a Frank Grillo Mel Gibson ilyen akciófilmbe két főszereplő, az egy várható azért, hogy itt így ha, és fengülőt tudod, hogy ki van patintva, is egy izmos ember, de így többször is van olyan jelet, ahol uh, leveszi a felsőt, illetve a harcot, harcol, és így én nem tudtam máshol nézni, csak a, a tökéletesen kidolgozott testére, és Igen, 60 éves. Hát, de hallod, hogy lehet valaki ennyire ilyen alfa? Hogy lehet valaki olyan, hogy kb. érzem majd, hogy a tekintetével szét tud morzsolni egy sziklát? Tessék, 65-ös születésű, öregebb, mint a szüleim. Jézusom. Hú, de, de... a jó film. Na, azt, azt, azt még este lehet meg is nézem adás után. Most így. Olyan ad bomba, meg tényleg tele van csavarral. Hát a műfajon belül tökéletes, komolyan mondom, műfajon belül az. És szerintem mi az akciófilmeket se tudnak nagyon kiemelkedni, mert egy ilyen dráma színvonal, meg ilyesmi, hogyha pont az ember. De ez a legjobb akciófilm, amit tavaly láttam magasan, tovább magasan. Úgyhogy részemben ennyi volt a 2020. Na, Itt akkor egy ilyen rakás jó film után térjünk is át az első filmünkre, a Outside <laughs> Szépen, the Wire-re. A magyar címén Halálos Harcmező, ami nekem ez volt az első olyan film, ami egy teljes értékű idei film, amit idén láttam először. Úgyhogy ennél jobban nem is indíthattam volna az évet, ez, ez egy biztos. új Netflix. Uh, Akció Skifi. És hát igen, uh, Anthony megki van benne, meg egy másik fiatal feltörekvő színész. Demson Idősz. Ő. És ö, tehát annyi az egész, hogy ez a srác, ugye ő egy drónpilóta, és ö, hoz egy nehéz döntést, ugye megöl, tulajdonképpen a tettével megöl két embert, hogy 38-at megmentsen. És akkor ezért ugye hát elküldik büntire, és akkor oda küldik az Anthony Meki. egység alá, de az Anthony meki ő egy hát egy android tulajdonképpen, egy robot szuper katona, egy prototípus, és hogy az ő hát szárnyai alatt van egy ilyen titkos, szuper titkos, nagyon durva küldetésük, hogy oltóanyagot kell elvinni a B-be, és ezt láthatjuk, hogy innen kikerekedik egy olyan történet, aminek végül igazából nincs értelme. Igen, gyakorlatilag gusztustalanul okosnak próbál látszódni, és nem az. Igen, Sőt, és... idegesítően buta. És ebbe, nem, amúgy ez a film, ez akkor lesz igazán szar, hogyha megnézi mellé a másik Netflixes filmet az ember azt, és nagyon kevesen ismerik, pedig az egy marha jó film, a 2015 os Spectral. Az nem tudom, megvan-e. Nekem nincs. nincs. Hm. Na mindig, a, tehát az, annyira hasonlóság a kettő között, tehát azt is itt Budapesten forgatták, az is a jövő ilyen futurisztikus akció kifi és ott is nem, itt is valami cirilbetűs országnak van eladva Budapest. Mint és, mm -hmm. és, és, és ugye az, hogy tehát ez ez a film annyira okosnak akar kinézni, és full buta, az a spektrál, az full buta, de legalább büszkén fölvállalja, és még páros lábbal berúgja az ajtót mellé. <laughs> és itt tudod, ez a de én most beírod a izére, hogy megnézed, és így full ugyanaz a setting, minden, ugyanaz a két film, csak az egyik az jó. És ami a másik, amit ugye Gergőnek korábban mondtam, vagy írtam, hogy az a legnagyobb bajom ezzel a filmmel, hogy én még elnézném neki, hogy nem, hogy egy fasság az egész, csak az a baj, hogy mellé egy akciófilm, amiben annyira ingerszegény szinte az összes akció, hogy így, Igen. és az a izé, hogy akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor ez úgymond egy agyatlan szórakozás, mert akkor még úgy elnézném, hogy akkor, mint például a Spectral, aminek szintén nincs értelme, de az nem is akar egyrészt annak látszani, plusz amikor ott tényleg tűzi van, akkor így azt mondja az ember, hogy na ez úgy igen, itt azért ezt így odarakták. De itt az igen, ez inger szegény, így nincs értelme az egésznek a végére. Arra jöttem rá, hogy nézem a filmet, és így, de mondom, miért engedtétek el? Tehát ez az az, az most a fajta a most, spoilermentesen, most ugye az a izé, hogy amikor a főszereplőt elengedik, ő az egyetlen, aki meg tudja állítani a, a főgonost és őt elengedik a gonoszok, hogy megállíthassa a főgonoszt. Nem, bum, és szétrobban a fejed, amikor ezt nézed a képernyőn, hogy most valaki neked ezt akarja eladni. Ez egy az... a történet. Te elbaszott, semmiről nem szól, és ráadásul az egész olyan, mintha mint, hogyha, mint hogyha szerepet szeretne vállalni a járulékos veszteség, mint olyan ellen, vagy szembe szeretne vele helyezkedni. Tehát, hogy alap alapból abból indul ki a sztori, hogy a srác megöl egy csomó embert, és akkor ott jaj, ott ezen siránkozunk, meg azt is felhozzuk, hogy hú, hát parancsot is szeget, ezért mindenképpen meg kell büntetni, csak hogy nem merüljenek fel a kényes kérdések, amik ilyenkor mindig fölmerülnek, na mindegy. És egész végig ez, ez megy a filmben, hogy bármikor, amikor csak beszélgetés van, akkor vagy, vagy hülyéskednek, ami random kerül elő, tehát nem, nem értem, hogy ez, ezek Így, a kontextusok... Nem organikus le... a humor, mint ha benne vagy itt nincs vicc, öt perc nem Meg... volt vicc, mondjon valamit. Igen, igen. az, hogy, tehát, hogy nem tudom értékelni az egészet, a humor részét az egésznek, hogy itt van az Anthony Meki, aki tényleg egy full antipatikus gyilkológép. Szóval és személy. akkor ő... És akkor ő, ki, neki áll És akkor most, most mi van? Meg ilyen hülyén ezt Én mondom, Anthony meg itt egy pozitív karakterként állítja be a film, úgyhogy tényleg egy hidegvérű, antipatikus, mert tényleg nem szimpatikus ez a csávó. <laughs> és pedig mondja, hogy azért elveszik így, ilyen alcolni, mert neki megnyugtató arca van, én meg így nézsz és egy nop. Nem, rohadt túl nem. Én és még... Anthony meg hogy a megnyugtató is tud lenni akar, itt kulvára nem volt, az itt egy tényleg nem volt a szimpatikus, és mellé még egy tényleg úgy mehentelte az embereket, ami megint még nagyobb hülyeségét teszi a végét, hogy persze, hogy akkor őt nem üli már meg, mert hogy akkor nem történne meg a film, de mindenki tényleg hidegvérrel lemészárolt. <laughs> oh, és ráadásul ugye gyakorlatilag az első órában nem igazán volt normális akciójánat, ő is vészvet, aztán egyszer csak a piacon ott a, az internet Igi, találkoznak, ott így. ott így elszabadult milyen vadány. És tudod, mi jutott eszembe a Transformers 3 raból a ellentüdik karaktere. Hm. Ha nem tudom. Most Ez igaz, kit játszik? A John Turturónak a segédjét, akinek így beüt a PTSD egy ilyen kocsmába, és jelöljön a régi háborús veteránénye. Ja, kín... ig igen. Az úgy teszem, hogy egy is full van, és akkor ott a piacon egyszer csak így beugrik, hogy baszkin egy győkológép vagyok, és akkor hogy. Én szintén szóltak. Az ember izé, leszedi, lelövi, fejbe lövi, minden. Izé. én tényleg elképzeltem azt a producert, aki így berohan a vágószobába, hogy kurva gyorsan egy akció, mert már négyen elaludtunk, és csak hárman néztük. Én meg, én meg, ennek a producernek pont azon gondolkodtam, hogy az előző estélye milyen lehetett. Tehát fekszik az ágyban, nem tudom, álomba gondolkodja magát a filmmel kapcsolatban, aztán így, 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 így gondolkodik, van, és egyszer csak így fölpattan a szem, hogy paszki, hát ez egy akciófilm, és így kirohan, és akkor jön az, amit te mondtál, hogy így, így benyit és mondja, hogy az meg akció jelentett most. És ugye de lehet... olyan volt az akció is, mint egy Taken 2-ben. 70 vágás egy másodpercen belül. És, meg de és ez nem is, pont olyan, olyan mint vágtam. ahogy a humor került a filmet, tehát pont úgy került bele akció, mint ahogy humor szarul. Hát ez és a... az, hogy, tehát, hogy oké, okay, hogy vágtak, de hogy tehát az volt, hogy ha nem vágnak, ez akkor is szar lenne, mert így nagyon nem volt mit nézni, amúgy se. Tehát de igaz... legalább lenne egy hosszú jelenet, amit általában ilyen parszvakításnak beleaknak egy Netflixes akció. Igen, igen, akkor bele tudják rakni a trailerbe, vagy valami. Hogy ja, legalább. Egy trailer hosszú akció jelenet. És mondom, hogy tényleg csak azt tudom mondani, hogyha annyira... Tehát nézzétek meg a spektrát majd, mert nem fogjátok elhinni, hogy mennyire ugyanez a film, és mennyire jól csinálja, amit ez szarul. De az szar, direkt, ez direkt, meg nem direct és. Ez egy, az, az egy jó B-film, ez egy B-akciófilm, ilyen skifi settingben csak nem akar izélni, hanem ott tényleg az van, hogy most, te megnézed a trailerét, és abból is látod majd, hogy felrobantják a kocsikat, és akkor szépen így lassítva nagy kinyújtott jelent, látod, ahogy repül az autó vagy anyám kinyja, mint egy ilyen ilyen akciófilmél elvárná az ember de ha itt Budapest volt ugye az egyik setting, abszolút a belváros látszott, és azon gondolkoztam a nézések közben, hogy, hogy e vajon használtak speciális effektet, hogy ilyen háború sújtotta övezetnek tűnjön Budapest, nem, mert nem minden szürke volt, nem. mondjuk a, lehet a smogtól szürke, füstölt a háttér, oké, okay, az bármitől lehet, szerintem azért jöttek ide Magyarországon, mert a CGI-t nem kellett így gyakorlatilag előtetniük. Igen. Hmm, nem, ugye egy, egyetlen olyan akció rész volt, amin én fölkaptam a fejemet, az az volt, amikor ott a túsz volt, és az egyik droid így a fegyvert, és akkor ott álltak egymással szembe, és így három percen keresztül csak mindenki csak így szórta az olmot, és így az is csak azért volt, hogy így jó, megint unalmas lövöldözés, és akkor így fél perc után én nézem, hogy várj, ezek nem hagyják abba, és mi mindig lövöldöznek. És így az volt olyan, hogy így, na, így, amikor itt, így, itt, így, így, így fél vagy, és így hogy hoppá, történik valami. Mm figyelni mm, kéne. Anthony Mackie amúgy maga a karakter rettenetes szerintem, a, a személyisége meg minden, de a megvalósítás az nem volt alapból rossz. Viszont csinálnak egy katonai ilyen droidot, vagy akármit nevezzük androidnak akár, olyan bőrrel, ami ugye há háborúra tervezték ezt a lényt. Olyan bőr, ami egy zsebkés fel tudja vágni. Igen. Miért mi értem ennek, akkor miért nem csinálták meg golyóállóra, ha már háborús droid? Főleg, hogy utána behozzák a különleges töltényt, amivel ki lehet meg, írni, hogy... vagy nem tudom. Tehát... Ez ugye az a izé is olyan, hogy a... azért volt átlátszó, hogy meg tudják mutatni, hogy ő egy droid. Tehát, miért amit annak, megspóroltak hogy az, hogy Budapesttel, az az azt az eltörtötték ott. Igen, hát. de az a dolog, hogy az első negyed óra tök jó a filmben szerintem. Az elején tök jól vezetik fel a konfliktust, ahogy megjelenik Anthony Mackie karakter, ahogy felfedik, hogy ő Android, azt szerintem működik. ez nem, nem, tehát, ugye, ilyen, tehát nem volt, tehát nem akkor volt úgy a komoly baj, ez itt tényleg így, ez olyan volt, mint amikor egy hógolyót hogy el elgulítasz a lejtőn. És egyre gyorsabban, és megy, és egyre nagyobb is a hógolyó. És így elején itt ott nincsen semmi igazából, egy oké. Okay. Meg tényleg ott a elején az a drónos rész, az így, na, akkor ez itt ilyen, ilyenekről fog szólni, akkor tényleg, hogy Anthony meg egy karakterét behozzák. Azt ugye nem láttam volna a trélet, úgy még kifejezetten jól is működött volna az egész, hogy akkor új egy android, meg ahogy leleplezték, meg felépítették. Csak aztán hogy szépen lassan így lehullanak a leplek, itt szépen lassan ahogy, ahogy elengedte azt, ami volt, tehát, hogy ez egy B kategóriás akciófilm, annak működött volna, ahogy több akart lenni széthullott abban a pillanatban. És egyébként, amit, amit felhoztál le, hogy egyébként tök jól le lehetett volna nézni ezt a filmet, hogyha legalább jó látványos lett volna, vagy, vagy valami a spektrálhoz valamennyire hasonlított volna, akkor ahhoz még hozzácsatolnék egy olyat, ami ebből az előbbi pár mondatból jön, hogy igen, ez a film lehetett volna jobb tehát nem volt arra kárhoztatva, hogy rossz legyen, tehát elromlott, tehát még azzal se lehet fölmenteni, hanem még rosszabb. És ez a, ez a nem tudom, totális bukás. És még egy dolgot tennék hozzá, amit korábban már emlegettem, hogy ez a film ez úgy néz ki, mintha hogyha, hogyha felírták volna egy a farra, hogy járulékos veszteség, és azt így megköpködték volna. Ez a film annyiszor elmondják, és a, a srácnak is annyiszor az arcába hányják, hogy na mi van, járlékos veszteség, na most legyen nagy a pufád. hogy a végére már úton volt tőle, baszki. És ráadásul nem foglalkozott mélyen a témával, mint ahogy az Android témával se foglalkozott, se technika és se lelki szinten mélyebben, úgy ezzel sem csak úgy, úgy fel volt ebből kibontották a sztorit, aztán úgy érezték, hogy na igen, most vagyunk a filmnek nagyjából azon a részén, ahol a revelációnak kéne következni, ahol a, a gondolatiságnak, vagy az egész nem tudom, narratívának egy ilyen fontos pontján kéne valamit mondani a fő dologgal kapcsolatban, ami itt ugye a járulékos veszteség meg stb., tehát ezek a lelki dolgok, és akkor mondtak vele kapcsolatban valamit, de hát csak is elismételték még egyszer. Ugyan a film, mint hogyha azoknak a dolgoknak amikkel itt ez építkezik, meg amikkel dolga van úgy általában, azoknak a fogalmával lenne csak dolga. Tehát például az androidnak csak a fogalmával, meg a küllemével az embernek úgy szintén, és a járulékos veszteségnek is, mintha egy ilyen fogalmi, egy ilyen elvont Igen. távoli... Elég megemlíteni, hogy az ember tudja. <laughs> Igen, és ráadásul mondjuk sokszor, tehát akkor súlykuljuk, és akkor biztos megjegyzik. Szóval ez ilyen... Már volt kellemetlen volt, hogy őszinte legyek. Igen, mint amikor vitatkozó valaki, és ugyanazt mondja, és akkor azt mondja, de hát magyar ezzel légy szíves, és akkor ugyanazt mondja. Ja. Hát ez egy postalicska film volt, hogy ő szinte legyek. Igen, Igen, Igen az tényleg azt mondanám, azt mondanám rá, hogy aki bárki hallgató közül tervez, megnézni ezt a filmet, az nézze meg a spektrát. Mert az egyrészt tényleg senki nem ismeri, és olyan, mint ez, csak jó. Úgyhogy... hogy a... Ilyen, egy még csak egy annyit hozzá, hogy én ennek a filmnek három csillagot adtam. Korábban négyed, de aztán meg volt az említett beszélgetésem lehel korábban, és akkor letettem alacsonyabb besorolásra. De lesz itt még az adásban később egy film, amit én valódi tresnek gondolok, és annak adtam bókként két csillagot. Jelezném megint hogy ez hármat kapott, és ez nem valódi tras. <laughs> Na jól van, akkor második film, szintén Netflix film, ami karácsonykor debütált. George Clooney főszereplésével, rendezéssel, rendezésével az éjféli égbolt. Ja, akkor, Jani, tiéd a megtisztelő feladat, hogy e, summáz röviden, hogy miről szól ez a film. Az éjféli égbolt az alapvetően egy science fiction film, ami arról szól, hogy valamilyen oknál fogva a föld, hát kb. kuka, <laughs> nagyon sokan meghaltak, mindenki menekül, és hát élhetetlen a föld gyakorlatilag, és a George Clooney az egy ilyen szatellit mérnököt alakít, nem tudom konkrétan mi volt itt, a, egy csillagász ember ilyen nagyon uh, köszisztetben álló tudós, és rájön, hogy van még az űrben egy, egy űrhajók, amelyik pont egy új bolygót keres, ahol majd az emberiség élhet, és azok jönnek vissza a földre, csak nem tudják, hogy élhetetlen már a földre. nincs miért visszajönniük. És őket próbálja figyelmeztetni, viszont a, ahol van, ott nagyon kicsi a tányér, ugye az antenna ezért a, a rohadt hidegben, kb. halálos körülmények között át kell mennie egy nagyobb központba, ahonnan tudja figyelmeztetni őket. Gyakorlatilag ennyi a történet, izgalmas része. Igen, és egyébként ez a film nagyon sok hideget, mert szerintem meglepően sok hideget kapott. Pont ezt akartam mondani. Most IMDb-n 5.6-on áll. Szerintem Igen, ez és, és most hallgattam pont egy podcastet, pont ma, ahol egyik izé szereplői csak mondta, hogy mit nézett most, nem, és azt mondta, hogy két pontot adott ennek a filmnek, mert annyira rossz volt, és így... Hát... Ö, De ezt nem okay. értem. Hogy lehet ezt lehúzni? Szerintem most kicsit haladok, de szerintem egy nagyon-nagyon jó filmről van szó, és lehet, hogy az volt bennük, hogy izgalmasabb filmet vártak, vagy, vagy kevésbé művészies, vagy akármi. Lehet, hogy a gravitációnak kb. A folytatását vártak izgalom szempontjából, de ez nem az. Ez, ez, egy ez rá... nagyon más. A, igen, tehát az, azért lehetett részben ez a diszonancia, szerintem is, mert ha megnézi valaki ennek a trailerét, vagy így elolvasja, hogy ez nagyjából micsoda, tehát a maga a film az nagyon más ahhoz képest. Van, ami nekem se tetszett Igen. benne, tehát azt hogy az megint volt olyan eleme, ami nekem se tetszett, de összegészében ez egy igényesen összerakott, megrendezett és érdekes film, érdekes mondani valóval, ahogy ezt bemutatja, az is szerintem tökre egyedi. Tehát ez nem egy olyan film, amire, hogy, tehát, hogy olyan nem tudja, még azt mondanám, tehát ez, olyan ez a film, azért néztem, húztam fel a szemöldökömet itt a nagy negatív hullám során, mert ez olyan, hogyha még ha azt mondanám rá, hogy ez egyáltalán nem tetszik, akkor sem mondanám rá, hogy ez szar, mert nem az. Attól, mert nem tetszik, amit látok. Igen, hát egyébként ez egy, ez egy igényesen elkészített film volt, de nagyjából úgy tudnám ezt az igényességet sumázni, én egyébként öt pontot adtam rá, de úgy tudnám ezt az igényességet sumázni, hogy van egy étterem, ami szépen ki van takarítva, szépek a tányérok, szép a minden, és még a kaja is úgy elmegy. Tehát az, az nem fog 7 pontot adni. Igen, nem, ez egy. A... Ez egy ilyen film volt szerintem is, mert. És összességében csak egy-két dolog volt, ami nem tetszett, viszont azon túl nem volt, nem volt több. Tehát végül csak azokat a pontokat adtam meg, amiket kötelezően megszoktam adni a magam mércéje miatt egy, egy ilyen filmnek, hogy nagyon fasz a látvány, jól össze van rakva, de őszintén szólva ez a film ez nem megy sem erre. Tehát a, a story az nyilván az kevés. Azért kevés, mert egy litos drámának a a, nem tudom, a, a körül, akkor hogy mondjam. Tehát egy lájtos drámának az enycsinje dolgozik benne. Arra van felhúzva az egész film, azon, azon épül a setting, azon van a minden. Az ilyen film az lassú. Van ezer darab ilyen film, meg lehet őket nézni. Ez a film alapból sokadik egy sorban, ha így nézzük. Azon kívül nyilván jön az a rész, hogy amit már mondtam, hogy jól, hogy összességében jól van összerakva, és azon, amit akar, azon nem megy túl úgy, hogy belebukjon, hanem bent marad. De így, így ez nem, nem, nyújt sok élményt ez a film, és ráadásul volt benne egy-két egy, -két, egy -két ilyen elég semmire kellő megoldás. Egyébként most egyre emlékszem pont, amikor a ami, és ez így megragadott bennem, hogy ez most akik nem látták, azoknak nem lesz spoiler, de akik látták, azok úgy érezhetik, hogy esetleg ez az lehetett volna. Szóval, hogy van, van benne kislány, és van egy pillanat, amikor a kislány mond valamit, abban a pillanatban van egy ilyen ijesztés, ami nem ijesztés, mert nem annak volt számva, de hogy abban a környezetben annak vette ki magát, és hogy ezek időben egymásban vannak. Ez, ez, ez egy ilyen filmben ez szerintem egy semmire kellő megoldás. Meg a másik, hogy amilyen véget kerekítettek neki, az olyan, hogy, hogy ez megint olyan, hogy egy másik műfajból jön ez a vég. Meg az, hogy ez ilyen jól néz kez, egy másik műfajból jön, meg, meg, stb. Nem mondom, hogy nem illenek össze, összeillenek, ezért megy fel a film 5 pontig, de ezért nem megy túl nálam 5 ponton, mert olyan, hogy, hogy igen, nem történnek benne a dolgok, de őszintén szóval se abban a műfajban, aminek az engine -ja dolgozik benne, se más teret, más se más téren nem nyújt őszintén szóval sokat. Hm. Miért nálam Ez egy 8 pontos film. Nekem tökéletesen hozta azt a feelinget, amit akartam, és igazából a, amit amint rájöttem, hogy ez nem egy ilyen e, látvány science fiction lesz, hanem egy dráma, mondtak, ez inkább úgy tekintettem rá, és úgy nagyon működött nekem. Amit te mondtál, ilyen semmilyen megoldásnak az a hirtelen vágás, a, az hatásodás volt, de nálam még az is működött, mivel akkor már túlzottan elmentünk egy kicsit lazább irányba, és George Uh, emlékeztetnie kellett minket arra, hogy ez, ez, amúgy egy olyan veszélyes világ, amiben játszódik a film. Nekem az működött, nekem a vége is működött, bár igen, valóban furcsa volt ez a megoldás a legvégén, de nálam az is működött. ezzel mire engem megragadott. Nekem tetszett ez a, ez a story, egy teljesen antipatikus főhősről, aki igazából nem érdemelni meg alapból a happy endet, ezért voltak éppen nem is kapja meg, de egy kicsit meg is kapja. Nekem tetszett ez a szépségben ez az igazi emberi adokkapok. Az igazi emberi nincsen se fekete, se fehér dolog. Meg nem ott a kislányjal, tehát engem az zavart ott. Hogy. Tehát a film elején most nyilván most ez minimálisan spoiler lesz, de aki látta már. Érdekelt az látta, aki meg nem. A nem fogom lelőni igazából semmi nagyot. De hogy a film elején ugye mondja jön egy nő, hogy. Hogy hol a kislánya, mert hogy úgy Igen. Nem találja. Saját. És akkor ezzel én úgy vettem, hogy akkor a film akkor kimondta, hogy akkor oké, okay, akkor a kislány az tényleg létezik. És akkor a végén meg kiderül, hogy nem, ami meg így. Akkor És ez minek... jó. Szerintem zseniális megoldás volt ez. De ez, ez nem olyan volt, mert ez olyan volt, hogy ha, ha nem nincs az elején az a nő, akkor nyilván, akkor nagyon egyértelmű lett volna, hogy nagy valószínűséggel akkor nincs is kislány, csak halúzza. Igen, ez egy átverés nem volt. volt. Ez, ez olyan ez, volt, ez mint ahogy a. Egy a... Igen, ez egy nem elegáns átverés volt szerintem. Ez, ez, mert, ez pont olyan nem... volt, mint ahogy a Lynch a Malholland Drive-ban átver. Ez, ez pont olyan volt, hogy. A, azt a... nem láttam, kérlek, ne spoilerezd de meg akarom nézni, pont a. Jó, hétem. nem. Ez, az a baj, hogy azt a filmet nem lehet el-spoilerezni, szóval abban is van egy ilyen, egy ilyen dolog, hogy az egyik dolog tök úgy néz ki, mint a másik. És ezért azt hiszed, hogy pedig te, hogy. És ebben egyébként én a kislányos dolgot azt végül nekem az bejött, mert az ilyen filmek azok érzelmileg általában szoktak szólni hozzám, csak én ezért nem pontozom föl, mert tudom, hogy a, az összes többi ilyen film is pont ennyire, és pont így, és stb. Tehát ez nyilván a műfaj alapból jó. A, a más kérdés, amit még korábban súlykoltam. Viszont például még én is a kislányra rácsatlakozva, hogy és kicsit ahhoz is kötődve, amit Jani mondott, hogy a hogy emlékeztetni akart minket a rendező, hogy itt ez a világon be vannak, ez nagyon veszélyes. Én speciál azt nagyon díjaztam volna, hogyha erre egész végig nem emlékeztet, tehát nincs meg az a vágás, amit semmire kellőnek neveztem, hanem majd, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy ma jöhet a kegyetlen világ, akkor az így beköszönt, hogy na hello, és akkor lesz valami nagy szívás, és akkor nem csak a. a nem csak a lightos dráma engine juttatja oda a filmet, ahol kiköt, meg a, meg a egyéb műfajokból jött befejező akkord, hanem, hanem, van benne egy ilyen tényleges törekvés, ami egy ilyen durva lelki, nem tudom, odébrúgást is eredményezhetett volna. És a másik, még a kislányhoz annyit akartam, hogy nekem az, nekem ő relatíve hamar előkerült a filmben, tehát én, én több időt eltöltöttem volna azzal, hogy, hogy, hogy csak úgy ott van valahogyan sietősnek éreztem, ahogy, ahogy, előkerült, és ahogy meglátta végül, az is olyan hirtelen volt, hogy de nem úgy hirtelen, hogy most ez meglepő volt, hanem úgy hirtelen, hogy ez lecsúszott arra, hogy én meglepődjek, de azért, mert már korábban jött, és akkor ő előbb volt ott, mint én, és nem betört, hanem én jöttem, és láttam, hogy ott van. Ez ilyen valami ilyesmi volt. Engem nagyon megtaláltam, ugye tök fura, abszolút megértem, hogy mit csak amit mondjuk ti hibának érzékeltek, nekem az pont, hogy bejött is. de most igazából csak bocsay, ez hogy volt... jó, hogy ilyen megosztó egy ilyen film, mert Igen, csak nem ez gondoltam, hogy szóval a George komisar, szóval. hogy az lesz. Tehát az, az, hogy ez nem az, ez egy ilyen filmnél, meg az, hogy nem baj, ha megosztó, sőt, ezért szerintem valamennyire, tehát így a filmet látva szerintem ezt is lehetünk kérdeni, hogy a azért részben az is voltak intenciója, hogy tényleg diskurzus generáljon a filmmel, ugye a témái miatt, stb. Szóval végképp azért is, mert tényleg nekem ez az egész az, hogy ahogy a világ végét kezelték benne, az nekem tetszett, hogy igazából nem mondták ki, de azért, mert hogy ha belegondol az ember, igazából számít, tesz, hogy ha, ha megtörténik az, ami a filmben, akkor igazából tök mindegy, hogy miért. Meg az ha, ember az... jó volt, szó, szóval kellett meg, ilyen nyilván, ilyen ha az ilyen meg a Csak hogy ez, ez is ilyen tökre ilyen nem ö... Az volt, hogy akkor most lebombáztuk a izét, vagy felrobbantottuk ezt, vagy elrontottuk azt, hanem hát megtörtént, pont. Ez egy ilyen tökéletes húzás volt, meg volt egy tényleg egy állajtős rész, az a jelenet a vérrel az űrben. Ó, azt igen, ez nagyon kemény. Az az volt. volt. A, azt nem fogom elfelejteni egy darabig, tehát pff, na igen, az, az a tényleg az nagyon elképesztő volt, meg az tényleg az egész nem. űrsétás rész is, és nem egy gravitáció volt, de tök meg volt csinálva, ja, és nagyon És meg szerintem a George ezeket, és pont mond, mondta, és a gravitációt esz, embe, jutott eszembe, hogy ugye az Alfonso Cuarón rendezte, ugye a gravitáció? Hogy, amikor ugye, ugye a gravitációban is benne volt George egy nagyon rövid rész és hogy akkor tanította meg neki az Alfonso Cuarón, hogy amikor az űrben vagy, úgy igazából nincsenek kötött dimenziók, mint a, a földön lévő filmgyártásban, úgyhogy úgy kell gondolkodnod, hogy teljesen szabad, a kamerádnak a mozgása. És ezért is volt az, szerintem az a zseniális járát, hogy gyakorlatilag ugye nem volt központ, csak a te kamera nézőpontod. Igen. Viszont amúgy, 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 viszont agyaltam kicsit amúgy, hogy a, hogy a magzatnak amúgy nem tehet rosszat a súlytalanság. Igen. Én ezen, ez nem most így hiba, csak ezen csak szimplán így, hogy így elgondolkodtam, hogy a, utána, a film után elfejtettem rá googlizni, de most így beugrott, hogy az nem biztos, hogy a legjobb dolog terhesen űrsétát tenni, de ez csak ilyen szárójeles megjegyzés. Főleg ha, és itt kihagyjuk a spoilert. Egyébként igen, még, ugye, De csak annyit még tennék egy hozzá, egy, csak egy rövidet, hogy a legvégén van egy, van egy nagyon hatásos rész, amikor a filmnek van egy nagyon jó zenéje egyébként, amire emlékszem, én ritkán emlékszem olyan filmek zenéjére, amit, amit egy nem... Egyedi volt, tehát nem, nem ilyen szokványizé volt, hogy amit elvárnál egy ilyen... Igen, jánszí... igen, kezdőszettet, hanem egy, tényleg volt valami egyedi hangulata. És a, a filmnek a, a, záró része az nagyon hatásos azzal a zenével. Na, az, meg főleg a, a, filmnek a legvége az is olyan meglepő, hogy így végződik, mármint hogy konkrétan ezek a képsorok zárják a filmet, az nekem nagyon tetszett, de magában az, hogy amilyen, amilyen hatást generált ott nyilván a, a vég, amit én annyira nem diasztam, de attól az még egy működőképes, egy, egy, egy jó, kis, jó kis lezárás. Na, ahhoz az a zene az tökéletes volt meg egy kis tudomány, hogy akkor még depresszívebb legyen a film befejezése, ahhoz, hogy az emberi faj tovább tudjon élni, ahhoz minimum 500 fő kéne a génállomány megőrzéséhez. Ugye ez, 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 ezt ott megszívtuk. Úgyhogy ja, ez volt az Éjféli volt, harmadik filmünk, Shadow in the Clouds, akkor itt, ha már Gergő, akkor neked átadom, hogy miről szól a Shadow in the Clouds című kloégrész. Sok kell, Gergő! Én... Hát mondjuk úgy, hogy <laughs> neked jobban fog menni a történet összeszedése, szerintem, itt a készítőknek hajra. Egyébként én teljesen, én a filmnek a feléig teljesen meg voltam sértődve, hogy hogy most ez micsoda, amit eszemem előtt történik, és nagyjából olyan, olyan 40 perc környékén írtam először Lehelnek, hogy úristen, mit nézett velem, és hogy ez nagyon, nagyon ellenszemes ez a film, meg, meg nagyon nem tetszik, ami, amit látok, annak ellenére, hogy egyébként érdekesen kezdődött. Tehát amíg az ember nem tudja, hogy, hogy mire számítson, és úgy előkerül az alapszetting, amit nem tudok tipizálni, és úgy kibontakozik, és stb. Jön a, kis gép, meg ott a csaj, meg minden, és akkor... Ő egy háborús repülőre dobozzal. És, és aztán meg bezárják abba a lenti részbe, stb., és akkor ott bent van, és akkor csak mutatják, meg, meg, meg beszélgetnek, meg ilyesmi, tök jó kis koncepció, meg minden, de rohadt ellenszemves, mert mindenki állandóan ordibál, mindenki rohadt bunkó, és mindenki rohadt hülye, és ez nagyon és zavar. És nagyon szexista, kifejezetten komikusan szexista. Igen, és aztán egy, igazából ez egy akciófilm, de hát a rosszabbak közül való már a, azt, azt nézve is, hogy hogyan indul, összességében nem egy, nem egy nagy eresztés, viszont a, egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen folklort vesz alapul, ez most rossz kifejezés volt arra, amit mondani akartam, de talán tudtok, rá jobb szót, tehát ez a, ez a Grimlin nevű dolog, ami... gremlin igen, ez létező amúgy, és tényleg konkrétan az van a, a, a definíciónak, hogy olyan kis szárnyas lények, amik a repülőket cseszik szét. Igen. Viccen kívül. És szóval, hogy ez, ez van ez az alapfelütés, hogy meg hát ezt úgy is használják, így slang szinten, akkor, ahogy a filmből kivettem, mert én erről korábban nem tudtam, hogy az, a, az az, ember ez, arra is mondják, aki így elbassza a dolgokat, tehát ezt így használják, hogy ez -e? És akkor na, ebből bontakozik hát akkor mi lesz, úristen, mi történt ebbe a filmben ezután? Na mindegy, a fene se hiszi, a történetben nincsenek meglepetések, de ahogy amilyen elvetelműt lesz ez a film, ezt a kifejezést leheltől kölcsönöztem, az tényleg elképesztő, vagy olyasmit olyasmi történnek, hogy, hogy és a... 83 perc alatt, 83, 83, perc, mintha egy élet lenne az egész. Egyébként ilyen, ez volt az a film, amire két pontot adtam, és ezt tresnek tartom, és ezzel bókolok a... neki ezzel a két ponttal egyébként, hogy, hogy ott legyen, ahol lennie kell, de hogy az emberek úgy kezdjék elnézni, hogy én kezdtem elnézni. És abban, talán a leg... Eh, hát, most idéz két ujjammal mutatom, hogy brilliánsabb, hogy tehát miután a van a repülő, a film igazán tényleg akkor fogja, és a 19-re még lapot kér. És olyan annyira túltolja magát, hogy... Lehel, ez 25-ekért még lapot. Ez, ez 88-ra kért lapot. Én, én, én nem tudtam erre a filmre haragudni, mert az első felét azt úgy elnéztem, és a tényleg, ott tényleg kicsit ilyen, így, így beakasztottam az ujjamat itt a pólóm nyakába, és így húzogattam, hogy ez így oké. Okay. <laughs> Tehát amikor kínos neked a túltolt szexizmus, ez ilyen létezik. Te... De várjál, hogy most sörünk fel pár dolgot, hogy mi történik a fősünkkel 80 perc alatt, és igazából szerintem tök mindegy itt minimális sport, de ez olyan film, hogy ha elmesélnék szóra, szóra ha felolvasnánk a forradok, nem hiszi el. Is, is nem kezdjük úgy, hogy felműlje a dobozzal, tört karral. Akkor ugye bezárják őt abba a kis lövész gömbbe, amiből nem tud kijutni. Ott bent eltöri az ujját, megtámadja őt a gremlin, aztán kimászik. De úgyhogy a repülő az égben van fönt kimászik. Az a kimászás hozzá, az a micsoda. Tört karral és tört ujjal, ezt mind megcsinálja, lövöldözik fönt, és amúgy egy, egy csecsemőt dobálnak konkrétan. Úgy, hogy kiesik a gépből, mert... és az alattuk felrobbanó repülőnek a lökés hulláma ki a kis ha, na de várj, még várj, várj. Halálos és azt mondta volna, hogy na ez még jobban megalázta a fizikai alaptörvényeket, mint mi, szép munka. Ez nekünk kellett volna, így, így, néznek erre a filmre, de egyébként na. még az előzőekhez annyit, hogy, hogy oké, okay, felszállt, törött kar, törött új, törött minden, és, és, nem tudom, és ott a, a Gremlin, meg ott a, meg szétesik a gép, meg két másik gép üldözi őket közben, és lövölöznek, mint az állat, és közben ő a gépnek az alján így kimászik, ami, amit én nem tudok feldolgozni, hogy mi a fene történik a filmnek abban a részében pontosan, de nem baj, bemászik egy nyíláson, amit ott a Gremlin használ szervizjáratnak, mindegy, mert ott lifeg a táskában, na most már leszpoilereztük, nem baj, ott, ott lifeg a, a, a csecsemő, aki szerintem csak egyszer, és akkor sem túl durván sírja el magát az események alatt, ami elképesztő, Igen, még az egészet ugye, hatványozza. Hogy gyerekem vagy nekem én, is. És, is igaz, és... Én úgy érzem, hogy meghalt, azért nem sír már, mert végig meghalt. Most őszintén szóval én is valahogy így voltam vele, de aztán meg elkezdtem remélni, hogy hú, legyen már annyira durva ez a film, hogy még a gyerek se sír fel. Tehát ezt el sem tudtam volna képzelni, de is, hogy kimászik, Átmászik, miközben manővereznek össze-vissza, és minden is bemászik, és nem és vissza, és aztán így átmegy a gépnek a közepén, és az egyik gép, ami őket és pont akkor lövik le, és pont mikor kiesik, így pont alatt a felrobban, és az így visszalöki őt a gépbe a, a lökés hullám. Én azt hittem, hogy ott a tűzhalál, vagy nem tudom mert, mert közben körülötte permanensen a többi ember folyamatosan hal meg. A legváratlanabbnak szánt egyébként a másodiknál már unalmas pillanatokban, így, így meghalnak random az emberek. Igen, de elő előtte egy szexista beszólások mindig van. Igen, mindig, mindig beszólnak valami ilyen fasságot, és mindig akkor meghalnak, és így vá, kész. És egyébként az egész filmekben benne van ez, hogy, hogy előveszik a, a, nagyon kemény anyuka arhetipust, és azt, úristen, azt így kitolják a végtelenbe. De úgy a végtelen, mert, 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 hogy. egy színésznővel, egy nagyon szar színésznővel. Ez egy Terminátor egyébként, ahogy kinéz, ahogy játszik, amit csinál. Terminátor. A legvégén, ez az, az, nem érdekel, ezt látni kell, tényleg, ezt látni kell. Ugye a végén puszta kézzel. És végén az, az, az előtte való. való... Szerencsétlen Gremling így menekül előle, és azt látod, hogy itt tényleg egy megy a nő, föltűrje a két pulóver ujját, Igen. és megy utána, hogy na akkor én most szétverem. Ez, ez a lényeg, amit te mondasz, hogy nem is az, hogy szétveri a szörnynek a fejét, én, az én anyka, már lehet, akinek az szörnyet, a akinek eltört a hanem az előtte való elindulás. Ahogy így, így, így megfordul, és így odanéz, hogy most szét fognak kurni. Hát, Elhatározta, hogy ezt a lényt most itt kivégzi, tehát így. Igen, Így de már ez nem volt szerintem a megtestesül, szexizmus a filmben, szóval, hogy testet öltött maga a szexizmus, ő elvégezte a szexizmus, és úgy voltam vele, hogy ha most még a csecsemőt is megeteti ott a harcok után, és, mondom, az és év megetette, és, és ez volt, és tényleg ez a rettette a koronát, ugye az, az összes dolog benne valamit csak akarhat Én egy wannabe feminista író. Ez kész, ez a film, ez, ez nem tudom besorolni. És akkor most ez... most besorolom az egészet, ugye, amit már nektek mondtam privátban. Alapból Max Landis forgatókönyve alapján készült ez a film, de Max Landis, aki amúgy az előkrónikáit is írta, például meg a, a Victor Frankenstein, azt James mcavoy is. Ő írta. Na, egy nyitó botrányba keveredett. Viszont ugye már megvolt volt a preprodukció, meg minden, el volt nem, de a stúdió úgy határolott el tőle, hogy átiratták a forgatókönyvet a rendezőnővel, Rosen Liengel, és beleraktak nagyon-nagyon sok feminista értékrendben található megoldást, illetve azt akarták, hogy a főhős egy, egy igazi feminista ikon legyen, amit meg is csináltak, tök jó értékrend dolgok vannak benne, de ezzel is cseszték az alapforgatókönyvet. De amúgy nem tudom elképzelni ezt a filmet ennélkül most így utólag. Igen, és őszintén, szóval ez máshogy nem lehetne. Ha ez ennél egy kicsit kevésbé lenne túlzó, egy kicsit kevésbé lenne szexist, egy kicsit kevésbé lenne szar, akkor szar lenne. Igen, az biztos, hogy kellett ez ahhoz, hogy tudjunk róla beszélni, hogy, mert ha ez nincs hogy jól, be, az, az semmi. Én egy jót szórakoztam. Én, én, egyébként írtam is filmközben uh, Lehelnek, hogy, hogy én mondtam, én teljesen meg voltam sértődve a filmnek úgy nagyjából az, a, nem tudom, a 60. percéig, vagy a legyen az legyen az 50. percéig, mert 10 perc is annyit számít ebben a filmben, hogy az elképesztő, hogy én teljesen megbevoltam, és mondtam, hogy úristen, hogyha ez most nem kezd el nagyon gyorsan, nagyon szórakoztató lenni, akkor én nagyon mérges leszek, és úgy tel teljesen megfordult, és szétrögtem magam rajta. Utána olyan elképesztő agyfasz hülyeségek történtek, hogy nem tudom, kész görbire rögtem magam. De, de amúgy ez benne volt a fejemben, ugye az tök kritika kritika a a szemben, hogy a legtöbb női karakter nem elég erős, és nem igazából tudja megmutatni azt, ami amit igazából egy nő képvisel az életben, hanem nagyon sokszor biodíszletnek használják a szép nőket, stb. És ez ugye tök megalázó, és ez hosszú évek óta tart. És ilyenkor tök jó, hogyha van egy olyan film, amiben erős női karakterek vannak, de nem csak azért, mert női karakterek, hanem emberileg, jellemileg is erősek. Na ebben a filmben minden túltoltak. Mint, mint ha steroid lett volna az összes pozitivitáson, és annyi, hogy már komikus az egész. Másrészt, meg ha valaki akar egy tényleg egy igazán erős nőt látni, annak ajánlom a délkorai Sweet Home című sorozatot, amiben most olyat láttam, amit nem hittem, hogy ilyenbe látni fogok. Azt is el akartam most kezdeni. Én is. Nem jut eszembe a színésztőnek. Hát, vagy nem. ilyen Ellen Ripley, vagy Linda Hamilton karakter terminátorból. Ö, hát, abban volt egy eredmény, csak hogy ott, ö, itt belementek úgy, és ott fizikailag is elég erős volt a nő, tehát... Ö, és az volt, hogy előtte nagyon okosan egy ilyen, íz, ilyen nagy ruhába, meg kezes lábasba volt rejtve, és akkor volt egy jelenet, ahol úgy tudott megmenekülni, hogy levetkőzik fehér neműre, és így Schwarzenegger. <laughs> 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 és egy 38 éves színésznő, akkor ha már grillót említettük, hogy mennyi, de nagyon kemény volt ott, úgyhogy ha valaki olyat akar látni, és hogy mint a karakter is jó volt, mert meg a filmben, és a sorozatban egy tűzoltó volt amúgy az a nő karakter. Na mindegy, az yeah. ott olyan nagyon Hát, volt, és ennek előbb ott, elhittem volna, hogy így megveri a szörnyet, mint a Chloe Grace Moritz. Na, amúgy ilyenkor mi most szexisták vagyunk, hogy előveszünk a, ezeket a már nevetséges dolgokat benne, ami a feminizmushoz köthető ebben a filmben? Lehet, nem tudom. Lehet. Mert <síthat> akkor mi is annak vagyunk, mint a sztereotíp férfiak. Hát majd, majd, ha nagyon híresek leszünk, akkor azért majd cenzurázva rakjuk vissza ezt az adást föl, hogy akkor. Ja, tényleg, tényleg. De de, 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 de nem az, hanem hogy tényleg jó értékrendek vannak benne, ami, ami tök pozitív például, például tud szolgálni, szolgálni, egy csomó ember számára, viszont itt nagyon túl volt a... De jó, de ez most, ez, de, ez, ez bár, de ez most nem csak a feminizmus, ezt ha, ezt, ha bármilyen értékrendet de ilyen, ennyire túl tolva ábrázolsz, szóval, arra ugyanilyen lesz a végeredménye. Igen, a, nem tudom, hogy ezt amúgy értékek, szóval, ha ez kimegy, is megjelenik, ugye, mert január 1 jelent meg amúgy, bár április 1 én kellett megjelenni, mert... Ez... Hát le van pontozva, mint az állat. Igen, pont, pont ezen gondolkozom, hogy ha mondjuk uh, én egy feminista film és feminista értékelet akarok mutatni egy filmbe, és az nem tetszik mondjuk pont a, a női közönségnek, akkor ilyenkor mi a helyzet? Hát, hát egyébként... tar hmm. vagy a munkádban, tehát ennyit tudom Szerintem mondani. azért ez egy troll film elég erősen. Hát ha most megnézem, a, figyeljetek, a, a női szavazatok alapján 4.7-et kapott ez a film. Várjál, 18 éven alattiaknál 1.0-t. Uh. És a, a legjobb demográfia itt a 18-29 év közötti nők 4.9-et adtak el. Akkor ez, ezek szerint... Az valószínűleg ilyen, ilyen 5, 4 és 3 pontokból tevődik. Össze váljá, akkor. Hallod? Ezek szerint ez a film megtette azt, amit meg kellett volna tennie eddig az egész világnak, ahol el kell jutni a világnak. Mindenki egyetért, férfiak, nők, ez egy szarfilm. Itt van, itt van az unió, az összetartás. Hát egyébként lehet, hogy csak nem tudják értékelni a trest, mert nem, én, én nem vagyok hajlandó ezt a filmet komoly, vagy nem tudom, egy komoly feminista filmnek, vagy egy komoly akármilyen szándékkal rendelkező filmnek elfogadni, mert, mert akkor, akkor nem tudom, akkor még le volna egy pontot az értékelésemből, és akkor az már nem azért lenne, mert ezt a, a között egy igen magas helyre szeretném tenni, hanem mert a, a unblock a filmek között egy igen alacsony helyre. Így azért én, nem. Te kettő pontot adtál, én meg hatot azért, mert iszonyat jól szórakoztam őt. Én is, én már... is azt mondom, hogy ez egy ez, ez egy res, Csak én, hogyha egy én, én, ez most ez az, hogy ki, hogy értékeli a filmeket, most nyilván az az egyéni preferencia, hogy ki, hogy pontozza, az most igazából tök mindegy. Jobban szerintem abban konszenzusra ütöttünk, hogy ez egy nagyon szar film, ami igazából mindannyian szórakoz. Igen, igen, tett, jó élmény volt egyébként. Ilyenkor az van, hogy ez rajta, hogy mondjuk direkt akar ilyen vicces lenni, úgy mondtott, hogy nevetséges lenni, vagy sem. És így az szokott dühítő lenni, hogyha nem akar nevetséges lenni, de mégis az lesz. Ez a film tök mindegy, hogy az el akart lenni, vagy sem. Ez annyira nevetséges, nem érdekel, mi volt a háttérben. Igen. Úgyhogy, ja, ez a, lenne a Shadow in the Clouds, még két film van hátra. Egyik, ez most szerintem egy kicsit rövidebb lesz, mert itt egyöntetően, ez nagyon jó, de a Janinak még nem tudom persze a véleményét a filmről, de így megelőlegeztem. A Wolf Walkers, a Carton Saloon ír animációs stúdiónak a legújabb filmje, ami az Apple TV Plus-on debütált még december elején, és ugye ezt én, nekem a top negyedik volt az évösszegzőmbe, meg ugye már a tenger is megemlítettük, hogy ez a stúdió azért ők értik a dolgukat, de akkor Jani, akkor te Kezd el, hogy miről szól, és hogy hogy tetszett. Kezdem az először, hogy hogy tetszett, mert eh, ugye ajánlottál ezt a filmet, illetve mondtad, hogy ezt meg Már régebben is, igen, igen. Igen, igen, és én életemben nem hallottam de még ember a Kátor se semmit. És tegnap este, pont az Outside the Wire után megnéztem, de úgyhogy ilyen este 11-től nagyjából hajnal néztem sötétben fejhallgatóval a, a gépnél. Úgy elvajázsolt, mint én nem is tudom, melyik animációs, hihetetlen jó élmény volt, bár nehezen tudtam megszakni az elején a, a megvalósítását, hogy ilyen kb. mint hogyha a vázlatra azok elevenedtek volna meg így minőségterén. De akkor kezdem, vagyis folytatom a történettel. 1650 írország egy ilyen kis, hát városka van, ahol a vadásznak a lánya, egy ilyen kis virgoncú is vadász akar lenni, de mivel lány, így gyakorlatilag cserélt munkára ítélik őt, de legszívesebben egész kint lenne az erdőben az apjával. Egyik nap meg is szökik, kimegy utána, és akkor találkozik egy furcsa kislányjal, akivel kiderül, hogy ő egy wolf walker, amit nem tudom, hogy lehetne magyarra fordítani, de a ő farkasokkal táncoló. Farkas emberke. <laughs> Falkas Ja, én azt hiszem, hogy ilyen <laughs> volt. És, és ezek ilyen hát spirituális lények, akik, vagy emberek, akik nagyon közel állnak a falkasokhoz, sőt, át is tudnak alakulni falkassá, alszanak. És hát ez, ez az alapfelvetés, hogy akkor vannak ezek a lények, és ugye a főhősünk is az lesz. Mondom, a spoiler nélkül mit igen, lehetne igen, még elmondani? Nyilván nem, nem egy összetett dolog, itt tényleg ugye ilyen két világ ellentéte van benne. Most mindjárt valaki nagyon hasonlította valamihez, és nem jut eszembe micsoda. Nem mindegy, nem is fog. De igen, tehát itt, itt nem feltétlen. Tehát kicsit olyan, mint a tenger dalánál, és ugye nagyon az volt az egész, ahogy, hogy Jani is fogalmazott, hogy elvarázsolt az a film is, és ez is ugyanazt csinálja igazából, hogy leülsz és és elvarázsol, és amihez, ami nekem szerintem tényleg nagy technikai szempontból bravúros, azok tényleg a belső nézetes részeket, hogy ezzel az animációs stílussal ennyire agyeldobós, ilyen belső nézetes, farkasként futós részeket csináltak, az, az, elképesztő volt. Nekem a vége volt olyan, amin eldobtam az agyam, az egész úgy néz ki, mint amikor uh, fogsz egy, egy A4 es papírlapot, rákered az összes létező vízfestéket, aztán rajzol rajzolsz valami szépet rá ilyen volt az egész megvalósítás, de a legvégén, amikor pulzáltak a fények, amikor ment ugye az a szeánsz, meg ilyesmi, akkor én is csak néztem, hogyha ezt kézzel rajzolták, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy egy csomó helyen, kézzel rajzolták, akkor ez iszonyat sok munka volt. És egyébként annyit még én hozzátennék, hogy nagyon szépen elválasztódnak benne ezzel a nem olyan szép szenvedő szerkezettel a, a nagyon szép dolgokkal, a nagyon ö, megvetett vagy hát ilyen kellemetlen színben feltűnt dolgoktól. Itt ugye a, a konyha versus az erdő. Ugye kimennek az erdőbe, és akkor ott aztán minden. Tehát a szépség, a, változ, a változatossága, a szertelenség összességében a szabadság így, így megvalósul, és aztán ehhez képest másnap a fater a benyomja a kislányt a konyhába ahol pedig fekete és fehér és ilyen, ilyen robotszerű munka és folyamatos. ezt kétszer is lenyomják, azt hiszem vagy többször is ezt a közvetlen egymás után egymás utánban az egymásba való átváltást, és hogy egyébként ezt még hozzátenném, amit az ilyen filmeknél általában el mondani, hogy. Na ez aztán tényleg egy, egy nép népmese, de ízig vérig. Itt már uh, kicsit még inkább, mint a tengerdalában, mert ez tényleg olyan, hogy kinyitsz egy mesekönyvet, és elkezded így pörgetni az oldalakat, és akkor kapod, ahogy ez kinéz. Azt, és igen, akkor van, kapod igen. azt, ami benne van, csak nyújt közben persze el kéne olvasni. És hogy az egész még emellett egyébként, ezt általában nem hoznám fel Bóknak, hogy hát ezt ki lehet találni, hogy itt hogy lesznek a dolgok ebben a filmben, meg hát nagyon erősen a, a tengerdalának a menetét követi. Tehát pontosan ugyan, abban az ütemben történnek benne ugyanazok a narratívában vett események, ugyanúgy következnek be a dolgok, tehát még a végén is az a hatalmas tetőpont, az a tengerdalával összeegyeztethető, annak van egy ennél azért ilyen durvább tetőpontja, amikor az vonulnak a, a, tengerben, ilyen elképesztően látványos, tehát az látványbeli katarzis, meg narratíva beli katarzis, meg mindenféle katarzis, az is hasonló helyre esik a filmben időben, meg stb. Viszont ez az a fajta film, aminek az, hogy tudjuk előre, az nem tesz rosszat. Sőt, igazából még jobbat is tesz neki. Amit egyébként a, a tenger dalánál én pozitívumnak hoztam fel, hogy az konkrétan szóval, mm, szavakkal bevezet a világába. Azt mondja, hogy most elmesélek neked egy mesét, és utána elkezdi mesélni a mesét, az itt nincs meg, de összességében nincs is rá szükség, mert itt ez ö, úgy kezdődik, hogy történelmi időpontot mond. Tehát az egyik úgy integrálja, hogy elmondja, hogy ő most mesél, a másik úgy integrálja, hogy konkrétan teszi a valóságba. Tehát még ez is megvan, hogy valahogy a valósághoz képest elhelyezi a dolgot. A tengerdala ezt egy mesekönyvbe tette, képletesen szólva, itt ez pedig egy ilyen ö, korábbi időponthoz kötötte, amikor még úgy a világban voltak ezek az érdekes dolgok, meg stb. Tehát nem, nem véletlen az, hogy ez a film visszafelé tekint, és akkor, amit nagyon nagy érdemének tartok az ilyesfajta filmeknek, és nagyon kevés ilyesfajta film van, film van nyugaton, az, ami a hagyományokkal törődik, és egyáltalán csak az, hogy a témát fölveti a hagyománynak, meg a, a legendának a témáját, az, hogy ebből milyen szépet kerekít végül, az emellett egy hatalmas nagy teljesítmény, persze az egész együtt egy nagyon nagy teljesítmény, de lényeg, hogy ezt ezzel foglalkozik. Mert Ugye, nem tudom, keleten vagy Japánban az egész, a Ghibli stúdió az más se csinál, mint a hagyományjal és a részletességgel, és a mindenféle, a gyönyörű és szép gyerekes, meg ez nem pejoratív értelemben, hanem pont, hogy nagyon és magasra értékelt értelemben éltve ezt a gyerekest, hogy ezekkel foglalkozzon, ezzel törődik, viszont egy nyugaton ennek nem igazán van a hagyomány, akkor most már idézőjelben a hagyományt, és legutóbb is, és mikor a tengerdaláról beszélgettünk, akkor nagyon jó kis párhuzamokat tudtunk vonni a Ghibli stúdió filmekkel, Ők kifejezetten a ponyóval egyébként. Ott még néhány forma is hasonló volt, de meg a történetvezetés is bizonyos ö, részeken nagyon nagy hasonlóságot mutatott például a ponyóval. Itt is felfedezhetjük akkor ezt ugyanaz alapján, mint ahogy ott felfedeztük. És még egy annyit, hogy a Na, a fenelje meg, most annyit mondtam, hogy elfelejtettem. <laughs> Akkor közbeszólom az, hogy vége egy film, amiben Sean Bean nem hal meg. <laughs> ja, hát igen. <laughs> Ó, és erről eszembe jutott, mit akartam mondani, hogy amit a tengerdalánál is kiemeltünk, és itt is, hogy pont ugyanazzal a kontrasztos a tengely két végére helyezéssel, ahogy elválik egymástól a részletes, meg elválik egymástól a repetitív, meg az unalmas, meg a, meg a szintelen, úgy elválik egymástól az is, hogy a karakterek hogyan tűnnek fel. Ugye a tengerdalában és a fater volt az, aki nagyon elanyátlanodott volt mindenféle értelemben, és itt is hasonlóképpen, itt is megjelenik ugyanaz a görbe hát, az az annyira kifejező görbe hát, ami úgy tűnik ezeknek a filmeknek a védjegye, hogyha valaki Igen, ebben a, a szóval lelkileg megtört állapotban van, akkor ő tényleg olyan, hogy, hogy most akkor minden, hogy meg van törve. És hát, mindenféle... de ugye az, az, azt, csinálják jól az apukákkal ezzel az ábrázással, hogy mind abban is még itt is egy nagy darab fickó, de mégis olyan gyengének érződik. Igen, amikor igen. kimondja, hogy fél, ugye, mert ugye nem szokták én kimondani ezért az Ki kimondja, hogy fél, és attól még jobban elkezd félni, hogy ki kellett mondani a hangosan. Még így rádöbben, hogy fél, megijed a félelmétől. ráadásul, tehát ez a félni vagy megijedni, nem itt félni és megijedni ettől. Ez is De, És meg A így... kell előtt ugye az egyetlen egy ember ott, aki fontos neki. Igen, meg itt ilyenek is felbukkannak, amiket én nagyon szívesen hozzákötök ezek a filmnek ezekhez a a formáihoz, ezek a nem, nem tisztán formális, hanem konkrét formáihoz, hogy a, a megszelídítés, mint olyan, hogy az mit jelent, és meg az ilyesmi, meg, hogy a, meg az elsomfordálás, mint olyan, hogy az mit jelent, mit jelent az embernél, és mit jelent a farkasnál, és hogy az ember és a farkas, és a Tehát ilyenek, ez nagyon jó lett ezen a filmen így az ilyesmi kell agyalni, persze ezek nagyon szépen ki vannak fejtve, tehát az ember ezeket nem fölfedezni fogja a filmben, hogyha olyan szemmel néz, hogy ilyesmiket észrevenne benne, hanem ezt úgy egyből látni fogja, mert az arcában van kb. tolva sok archetipus, de attól még, hogy ezeknek a megvalósítása, ez mennyire legitimálja azt, hogy ez ilyen látványos, az, az egyszerűen elképesztő. Szóval ez egy remek é. film, és amit ilyenkor mindig el szokás mondani, hogy ha van gyerek, akkor ez a film, ez nem csak hogy javasolt, hanem ez a film, ez kötelező. Igen, és én abszolút gyereknek érzem magam közben, és ez nagyon ritkán van mesélni, hogy említettem a, az adás elején a... Bocs, csak... Ti is hallottátok? Ö, igen, a rég meghalt, de ezt már megszokhattuk, hogy... Mm -hmm. Akkor Jö, igen, folytasd. helyzet? folytasd? Folytas? Semmi, jó. Persze, nyugodtan. Ugy... Jó, jó, oké, okay, köszi. Hát Ahol tartottam. Én, hogy abszolút gyereknek érzem magam, és ugye az adás elején említettem a lelkiismereteket, ott nem gyereknek össze magam, hanem egy élő férfi, felnőtt embernek. Itt abszolút egy gyerek voltam. És eszemültött a magyar népmeséket a megvalósítása, meg a hangulata. Mert ugye itt is a perspektívára nagyon sokat játszanak. Ugye amikor, amikor a város mutatják kívül, hogy egy épületek egy része felülről van, épületek egy része oldalról van, ilyen különlegesen van megvalósítva, és ez nekem tiszta a magyar népmeség feeling volt, és emiatt én nosztalgiát is éveztem. De annyira különleges volt ennek az egésznek a hangulata, hogy, hogy a, a, karaktereket jól felépítették, hogy már az első tíz perc után megismerted őket, és így a kapcsolatuk is érdekelt. Amikor már a, a cselekmény úgy beszippant téged, hogy velük együtt izgulsz, velük együtt vállod a csavarokat, nagyon ritka egy számomra legalábbis nagyon ritka egy animációs film, amikor egy be tud szippantani. De itt egyszerűen fantasztikus volt minden. És egyébként pont ez figyelhető meg a tengerdalánál is, de nem csak az, hogy beszippant, hanem hogy amint elkezdődik, egyből beszippant, nem az, hogy, az, hogy a filmnek el kell teljen valamennyi idő ahhoz, hogy aztán benned valamit fölépítsen, és akkor ezért, ezért kötődjél hozzá, hanem az első másodperctől kezdve teljesen, teljesen benne vagy a világában. És nem is azért, mert mert ez a sajátossága lenne, hanem egyáltalán az az egész, hogy ahogy megnyilatkozik benne a kedvesség, meg a részletesség, és az, az dolog, hogy a, a, a történet, meg a kinézet ennél a filmnél az egy nagyon sajátos szintézisben van, de még nem is ez legitimálja, hanem szimplán a hangulat, ami nyilván ebből a kettőből lesz, és hogy ez tényleg ezeknek a filmeknek a védjegye, hogy elkezdődnek, és az első perctől az utolsó percig hat száz és egy soha nem veszte az erejéből egy kicsit sem. Igen, igen, és ez nálam egy igazi mese, a szó legjobb értelmében. Én még annyit egészíteni ki, hogy tényleg a sajnálom bizonyos szempontból, hogy ezeket nem gyerekként látom, mert tényleg, hogyha felnőttként így szétrobbantja az agyamat, akkor gyerekként milyen élmény lehetett? úgyhogy a ja, tényleg Carton Szalónnak valószínűleg hamarosan bepótoljuk a maradék filmért is, és majd arról is lesz szó a podcastben, mert eddig nálam kettőből nagyon kettő. Nagyon erősen kettő az a kettő, igen. Kettő, ennyire kettő, és sose volt a kettő. Ö, és akkor menjünk tovább az utolsó filmünkre, a szinkronikra, a Justin Benzon-Nero Moorhead párosnak a legújabb filmjére. Ugye nekik a Korábbi filmjeikről már korábban volt a podcastben szó, még ilyen negyedik, ötödik adás környékén. Nagyon az elején, és már ott is azok is spoileres kibeszélők voltak, és itt ez is most egy spoileres kibeszélő lesz, mert ez az alkotópáros olyan filmeket csinál, amikről azért így érdemes beszélni, habár ennél a filmjöknél nem feltétlen, de azért mégis a hagyomány az hagyomány. És akkor. Ö, azt mondom, hogy Gergő még nem láttad, de Jani, te láttad a többi filmjüket? Nem, pont most kezdtem el nézni IMDb-n. Egyiket se láttam sajnos, de szerintem mindet be kell Ö, igen, egyrészt mert mondhatni, ez a leggyengébb filmjük, de nem is azt mondanám, hanem úgymond, ugye papíron eddig azért tényleg ilyen nagyon pici független filmeket csináltak, tehát a harmadik filmjükben ők játszották a két főszerepet is, hm. És utólag mondták, hogy ilyen interjúban, részben azért is, mert így is olcsóbb volt, és akkor több pénzük maradt effektekre. Hm. Na mindegy, hogy úgymond ez eddig a legnagyobb filmjük, költségvetés, meg színészek, stb. terén, de ettől függetlenül eddig sok szempontból ez a legkisebb filmjük, mint film, mert mint skifi ez már messze nem annyira egy forma bontó agyamat eldobon valami, mint a korábbi filmjük, hanem egy sokkal egyszerűbb és kerekebb egész történet. De amit szerintem ez a film jól csinált, és ami a többi filmjükben is megvan, ha bár azokban szerintem jobban, de az, hogy tényleg, hogy itt, ahogy a karakter drámát és maga az kifjelemet egybe mossa. Nekem egyetlen egy elem miatt lett ez eddig az év egyik legjobb, a legjobb élménye. De folytasd. Na csak azt akarom mondani, hogy azt nagyon jól csinálják, csak a más a többi filmjében szerintem még jobban. hogy a, tényleg a karakterek drámáját azt egybe vonják a, a Kifivel olyan szempontból, hogy nem, tehát nem azért lesz dráma benne, mert hogy ezt kifibe drámáznak a karakterek, stb., hanem így összefonódik a kettő, és ugye itt is ugye a cselekményben, meg tényleg úgy az egész, úgy egymást egészítik ki és mellette pedig tényleg amiket én nagyon szeretek a filmékbe, azok a tényleg olyan ilyen apró párbeszédbeli morzsák, amikor tényleg leállnak életről filozofálni, Ebben a filmben is megvan, nem olyan erősen itt se, mint a korábbi filmben, főleg a Springben, de de itt is tényleg, amit ezek jól csinálnak, azt itt is jól csinálták, csak nem annyira jól, mint a korábbi filmékben szerintem. De miről szól? Röviden, van két New orleans mentős Férfiak, kiket ilyen különös esetekhez hívják ki, és egy ilyen szinkronik nevű drog kezdett terjedni ja. az utcán, és ennek a hatása alatt eltűnik ugye a Jamie Dormannek a lánya is. És mivel az Anthony Mackinek ilyen ö, olyan agytumora van, ami miatt olyan az agya, mint egy tinédzsernek, ezért rá is ilyen különleges hatással van a drog, és ezért elkezdik kipróbálgatni egy drogot, aminek tulajdonképpen egy időutazása hatása. Igen, és ugye ez, ez, abszolút hülyeségnek hangzik. Ugye, amit elmondtál, ez mekkora de mégis közben zseniális. Mert nekem, bocs, hogy most belevágok, de annyi izgatott vagyok emiatt. Végre egy olyan időutazós film, ahol a dimenziókat figyelembe veszik. A legtöbb filmben az, hogy, ért, hogy ott van a felhőkacó, tehát időutazás, és akkor ott van a puszta közepén utána. Itt meg ugye a magasságot is figyelembe veszik, hogyha egy ház tetején veszed be a drogot, akkor hogyha ott a, mit tudom én, száz évvel ezelőtt nem volt ilyen magas ház, akkor leesel a földre onnan magasból. Igen, de én figyeljön, én tényleg most azt tudom neked, csak így most már most, hogy egy izgatott, hogy jöttél a filmtől, hogy nézd meg a érkezési sorrendben a többi filmjüket, mert tehát ezt csinálják ugyanúgy, hogy az azt fogod mondani, hogy végre egy ilyen film, végre egy ilyen film, ezt fogod mondani azoknál is. Mert az akkor meggyőztél, komolyan mondom mert itt annyi olyan, azok, azok is, csak főleg az első két filmünkben ott inkább horror elemekkel játszanak sem Skiffivel. utána volt a The Endless című filmjük ami egyébként az első Resolution című filmükhez az kapcsolódik, és akkor ott kezdtek el ott ilyen tér, meg dimenziók, meg lúpok, meg ilyenekkel játszani és itt pedig, ugye itt az időutazós van és tényleg ez a, ami Viszont ami miatt azt mondom, hogy ez kicsi ez a film, hogy az, hogy ez az igazából ez a koncepció, főleg amikor az Anthony Mackie ott ugye hogy kísérletezik a, a szerrel, hogy mi, hogy a... szerintem az az egész jelenet sor, tehát átültetve nyilván, de egy ilyen 20 perces rövid filmbe is tökéletesen működött volna így önmagába. Amíg valaki igen, felfedett, hogy egy ilyen működik. Igen, nekem az nem tetszett, hogy abszolút emberi volt, mert valószínűleg mi is pontosan ugyanazt csináltuk volna. Igen, és. Ö, tehát az, hogy nem tudom, az, hogy volt, például, ami szerintem rohadt érdekes volt ott a végén, amikor volt a, a párbeszéde, és akkor például Jamie Donald kitért arra a mentős statisztikákra, ugye az is ilyen. Tehát, hogy leállnak ilyeneken filozofágatni, és ezt annyira szeretem, és amúgy tényleg ilyen az ember is, és annyira természetesek a szövegek, amiket ír ez a csávó. Mert ugye itt ezt egy rendező páros csinálja, és ő úgy csinálják az egészet, hogy ugye van a ketten rendezik. Az egyikük írja, a másikuk pedig az operatőr meg az effektekkel így Szépen magyarul kimondva. Mm, ezt nem tudtam, de abszolút működik szerintem a... meg ugye a mondom, hogy a harmadik film jutott rendezbe, ők játszák a főszerepet is, és egyébként szerintem majd látni fogod hogy azt szerintem itt is működött volna ővelük, hogy ők a két főszereplő. Mm -hmm. Hát nem, nem két színész óriást kértek fel, azt, nem, hogy... Nem, nem, nem. Anthony, meg itt, ha már Korábban is volt. meg tényleg a, azt reméltem, hogy annyit láttad a korábbi filmünket, mert ez tényleg nagyon más lenne úgy beszélni azok fényébe, csak így most így a levegőbe fogok. Hát majd egy lehetne levegőbe. egy ilyen Benson Moore-head Mert idő már, időn már, már egyszer, vagy az már tavaly volt, tavaly újra néztem pont a filmüket, így leültem, és egybe azt a három filmet végignéztem, mert az, az mind egy olyan élmény. De akkor Gergő, te neked, ha jól emlékszem, megosztóbb dolgot írtál róla, hogy nem volt ennyire egyértelmű, tetszette, vagy se úgy, hogy... Nem, mert nekem alapvetően nem tetszett ez a film, de a... mármint olyan értelemben nem, hogy nem ment túl semmin. Én alapvetően miután megnéztem, úgy voltam, hogy oké, okay, tudom, korrekt film, túl sok egyediséget nem láttam benne, hogy őszinte legyek, mert amikor megláttam az alapkoncepciót, hogy terjed valami ilyen, szuperképességet vagy bármi dolgot okozó drog, akkor azt úgy beskatujáztam, hogy hát akkor ez olyan mint, és akkor hatalmas sorban tudom, itt van a következő ilyen film, és akkor ebben most már azt az érdekességet kell keresni, hogy na vajon mit csinál ez a drog, és akkor itt jött az, hogy érdekesen bontják ki az érdektelen koncepciót, és végül az egész beleszalad egy lightos drámába, aminek lesz egy hasonló vége, mint amilyen az ilyen filmeknek lenni szokott, tehát ahol dimenziók meg ahol idő van, ott törvényszerűen a, úgy kell végződnie a történetnek, mint ahogy itt végződött. Ennek, ennek így kellett lennie ez determinált. Ezt máshogy ez nem lehet. Hogyha máshogy van, akkor ott már egyéb dolgok elromlanak, és akkor azt a filmet még lejjebb pontozzuk, na nem baj. És miután ezt így megnéztem, úgy voltam vele, hogy na ez egyel azért jobb, mint a melyik filmhez is hasonlítottam, a Project Power, tehát egyen jobb, mint az, mert annak ott aztán tényleg nem tudom semmit, tehát nem volt annak a filmek meg, meg túl össze is hasonlítottuk, hogy mi pontosan mi hiányzik belőle, meg mi kellene még bele, ebben meg volt az, tehát azokat az űröket, amiket a, a, koncepció, meg az egész vagy kívánni valót maga utána a Project Power-ben, azt itt kipótolta az, hogy belement egy ilyen időutazós, nem tudom, drámázós témába, Emellett az, hogy érdekesen volt kibontva a sztori, és hogy nem volt érdektelen a főszereplő, ezen meglepődtem egyébként, mert ilyenkor a alapból már csak a koncepcióba szoktam kapaszkodni, hogy valami érdekeset, valami egzotikusot találjak benne, mert maguk a karaktereket többnyire, többnyire egyáltalán nem tartanak számot az érdeklődésemre. Itt egyébként a főszereplő az, az kifejezetten, nem tudom, tudtam azonosulni már, mint a szereplővel, nem úgy vagyok vele, hogy akkor most a színészt mondom. Volt. Hanem igen, tehát egy, egy közeli figura volt, Ö, sok tekintetben a, a szinkronik, mármint a drog, és a hatása az kifejezetten érdekes volt, és amikor korábban azt mondtam, hogy jól bontják ki a, a rossz koncepció, koncepciót, akkor arra gondoltam, hogy itt ez nem csak úgy be van dobva, hogy itt van, és akkor úgy fel van használva egyből, mint amikor megkapod a nem tudom az ajándékot, és letéped róla a csomagolást, hanem itt szépen ki volt bontva, tehát fölfedezgette meg, meg tesztelgette, meg stb., meg kutya, volt kutya is például ebben a filmben, szóval az remek volt, csak. hogy volt benne a kutya, hát. meg ilyesmi, tök jól el voltam vele. Ö, aztán olvastam egy cikket, miután végeztem a filmmel, és nagyon az volt az érzésem, hogy ezt a filmet nekem nem kellene igazából ilyen korrektnek éreznem, mert ez egy ilyen olyan uh, rendezőpárosnak a keze munkája, akitől egy sokkal jobb filmet kellett volna kapni, csak én nem láttam egyik filmüket sem. És igen, ezt ezt igen, mondtam is neked, és akkor valószínűleg a hasonló uh, vélemény, a, hogy igazából. Uh, jó film, viszont így önmagában a többi film nélkül ez egy, ez egy olyan, hogy. Uh, sok típus dolog találkozik benne, korrekt, tehát amiket elkezd, azokat jól kifejti, azok rendesen meg vannak csinálva, ezért ez egy jó film, viszont egyáltalán nem tűnt kiemelkedőnek, sőt sok szempontból ebbe is volt egy-két ilyen, mint amit a Midnight Sky-nál említettem, ilyen semmire kellő megoldás, ami, ami jó volt, meg egyedi volt, meg helyet foglalt ebben az egész elképzelésben, de összességében nem, nem, nem adott hozzá, sőt néha elvett és akkor, de végül is nem, nem vagyok csalódott, nem értem, miért miért annyi a pont ezen most nálam amennyi, mert én jobbra, jobban emlékszem erre, szóval most kicsit fölpontozom, de igazából ez is egy, egy közepes. Meg tehát az, hogy amúgy most akkor már most így be hogy hogyha ti benne vagytok, én ilyen február végében akár visszatérhetünk erre a témára így a mind a négy film tükrébe, mert ezekről én naphozra tudnék beszélni, de talán az jelmezi legjobban ezt, hogy nem baj ezzel a filmmel, mert jól csinálja, amit csinál, csak az, hogy a tényleg az előző három filmjük az önmagukban, tehát annyira ambiciózusak, meg formabontóak, meg stb. voltak, hogy tényleg, hogy a első filmük a Resolution, az egy végig, szinte végig, tehát nulla a pénzből készült, és szinte végig egy, egy ilyen lepukkant házba játszódik, de maga a filmnek az ötlete és az elképzelése, az sokkal ambiciózusabb, mint ennek a filmnek. Ez a film meg, tehát itt maga az ötlet az nem annyira a formabontó, de tényleg jók a karakterek, meg jól végig van vezetve az, amit itt kitaláltak. Tehát azt tényleg tök jól megcsinálja, csak az előző két filmük tükrébe, ugye én azt volt nekem így a, az elvárásom nekem is, hogy akkor itt majd ugye most majd még több pénzt is kaptak, majd nagyobb színészek, és akkor itt majd még valami, még nagyobb valami lesz, és így nem ez lett, és ami nem feltétlen baj, mert úgy, tehát most úgy minőségileg nem rosszabb kifejezetten ez a film, mint a e, előző három filmjük, de szerintem valamivel kevesebb. Így mondanám. Úgyhogy nem... Tehát majd februári adásban, akkor Én, viszont, én, én egyébként benne én vagyok, én... beszéljük ki az összeset, mert, mert ez egy jó, mert egy jó kis korrekt film. Éve, tehát a Spring az egyik kedvenc filmem all time, majd tőlük a második filmjük. Meg a másik, tehát ezeket olyan, hogy ezt végtelenség újra tudom nézni, és látni fogjátok majd, hogy úgyhogy itt akár be is fejezhetjük, hogy akkor folytatása következik. És akkor ott majd a szinkronikhoz is visszatérünk. Justin Benzon, Éron Moorhead adásban. Ez nekem olyan fúj, úgyhogy azt mondod, hogy ez nekem nagyon bejött, hogy azt mondod, hogy ez a legrosszabb filmjük kb. És akkor milyen lehet a többi? Már hát, izgatott lettem. De azért mondom, tehát mondom én nekem, nekem úgy volt, hogy először én a Springet láttam tőlük, ami egy romantikus body horror film, Uh, Már meggyőztő. Egyébként engem is. <laughs> uh, és akkor utána volt, hogy annyira szerettem azt a filmet, hogy állandó újra néztem, és akkor de úgy érdekes lenne megnézni, akik ezt csinálták, amúgy csináltak-e mást. És akkor így megnéztem a mást, amit csináltak. És akkor még csak a Resolution volt kint a korábbi filmjük. És akkor baszki, ez kurva jó. Az, a Resolution az meg olyan, azt tehát azt meg úgy kell elképzelni, hogy ez egy kicsit a ház az hasonlít nekem ennek ah, ennyi is elég ez, mert azt imádom. Na, tehát ez, ez olyan, csak ugye ez nyilván ez nulla pénzből, de azt kell elképzelni, a The lesz, az meg így, azt, meg azt is látni kell. Na mindegy, úgyhogy majd visszatérünk erre. Én már most így nagyon fölhájpolódtam, remélem a hallgatók is, meg ti is. Jó, uh, És akkor jön februárban, egy hónap múlva itt találkozunk, uh, hogy ezre visszatérjünk. Addig a hallgatók. Megnézni három filmet. Igen. Van egy hónapod. Reméljük, összejön. De, hogy a hallgatók is, akik még nem látták ezeket a filmeket, azok mindenképp pótolják őket, mert ez én tényleg legjobb szívemből is csak ajánlani tudom. Hát vagy legyen házi feladat mindenkinek megnézni, hallgatóknak meg is, és ekkor azt majd el is Úgy lehet csak meghallgatni az adást, hogy kitöltik helyesen a kérdőívet. Ja, tényleg ki kell a kérdőívet, ha. Ilyen új tematikus adás szerveződött hirtelen? A... Na. Úgyhogy az itt jó. akkor kínálat. Ez volt 80. adásunk. Itt a végén egy ilyen. Eh, egész kis fölspanolós befejezéssel. És akkor ugye egyrészt. Youtube mellett az összes podcast alkalmazáson hallgathatóak vagyunk. Facebookon, Twitteren, fenn vagyunk filmnéző podcast néven, ahol érdemes hallgatni, hallgatni, követni ott is lehet hallgatni, csak nem érdemes. <laughs> é, igen, meg van egy honlapunk, ahol le hogy annan le is tudjátok tölteni külön az adásokat. És a filmnéző podcastkukatgmail.com-ra pedig küldhetek nekünk bármilyen kérdést, kérést, óhaj, sóhajt, ha olyan kérdést akartok, amire válaszoljunk itt az adásba, akár olyat is küldhettek. De hogyha nem olyan, akkor google inkább azt használják. Igen, ha meg olyan, akkor igen, akkor az Google. Googlizanak rá, hogy mi a kedvenc ételem. Googlizadok rá, mit mondanának a filmnéző podcastesek arra a kérdésre, hogy? És akkor így beírod <laughs> Úgyhogy, és Janit pedig ugye a promotions.hu ne, tudjátok olvasni a kritikáit. Igen, ja, köszönöm szépen, mennyivel tartozom a promócióért. <laughs> majd, majd, a céggel megbeszéljük. Ne publikusban, ja. <laughs> irigyek lennének, ha hallanák azokat a számokat. Ö, jól van. Akkor köszönjük szépen, hogy végighallgattatok. Itt volt ugye egyszer Jani. Sziasztok, köszönöm. Ergő. Sziasztok. Én lehet. Sziasztok.